pihentek a szlovénok elleni mérkőzésre, amely majd holnap 7 órakor lesz este. Ti is két meccset nyertetek, ők is, ők tegnap nagyon megverték Romániát. Szerinted mi kell a szlovénok legyőzéséhez, ráadásul itt hazai közönségük előtt? Hát azt gondolom, hogy ugyanaz, ami az első két meccsen, az, hogy csapatként jó tempót játszunk, és a legjobbunkat nyújtsuk. Tehát mi azt tudjuk kontrollálni, hogy mi a legjobb teljesítmény nyújtsuk, amit mi tudunk, és aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Tudjuk, hogy a szlovén azért magas favorit, mely a játékosokból állnak, de nekünk most azért kellett tényleg ez a győzelem, ez pont olyan izzados volt, amit talán jót fog tenni a szlovén meccshez, úgyhogy holnap kielemezzük őket, most pihenünk egyet, és megyünk ugyanígy 110%-kal előre. Ahogy mondtam, inkább a litvánokra fókuszáltunk, most lesz szerencsére van egy szűnnap, ahogy említettem, ami nekünk ugyanúgy munkanap, és feltérképezzük a szlovéneket. Ugye amit így el tudok mondani az előző meccsek alapján, hogy egy rendkívül rutinos, erős, Európa top bajnokságaiból, vagy akár észak-amerikai top bajnokságból érkezett rutinos, erős, jó játékosok, akik rendkívül jó csapatot alkotnak. Szóval természetesen egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de a tudásunknak megfelelően megpróbáljuk felkészülni, és kihozni abból a meccsből is a maximumot. Ennek a csoport favoritja, de úgy gondolom várhatóak ők is, kis odafigyeléssel, csapat szellemmel, küzdéssel, akarással várható ez a csapat is. Igen, tehát házról meg annyit, hogy a magyar szurkolók azok hihetetlenek, tényleg olyan, mintha otthon játszanánk minden egyes mérkőzésen. Hát ugye a szlovénekkel is játszottunk egy felkészülési mérkőzés, de nyilván mindenki, aki így a hokiban benne van, az tisztában a szlovéneknek a keretével, az erősségeivel. Nyilván ők a favoritok ezen a tornán, az előtte is ki volt jelentve, most is kijelenthetjük. Nagyon, nagyon fókuszáltan kell játszani, nagyon fegyelmezetten. Lenne miért visszavágni nekik bőven, úgyhogy nagyon felkészülünk rájuk, és nekik fogunk ugrani.